Igen. Egy szó, amit az esküvő napján egy életre szólóan mondanak ki az anyakönyvvezető előtt. Magyarországon a 70-es években a házasságkötések száma meghaladta az évi 100 000-et, majd egy több évtizeden át tartó csökkenés kezdődött, amelynek 2010-ben volt a mélypontja 35 500 párra. Innen bár lassan, de évről évre folyamatosan emelkedett a házasságkötések száma. Részben a családtámogatási intézkedéseknek volt köszönhető, hogy 2021-ben már 72 000 pár mondta ki a boldogító igent. Ez 7,4%-kal volt magasabb a 2020-as adathoz képest. Az országos statisztikákhoz hasonló számokat jegyeztek fel Szabolcs-Szentmihalyi megyében is. Hogyha a 2021-es évet nézzük, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4189 pár állt anyakönyvvezető elé. Ez mindössze 3%-kal magasabb, mint azt megelőző 2020 évi. És hát a tavalyi évet jellemző emelkedés azért elmaradt az országos szinten mért 7%-os növekedéstől. Ehhez hasonló növekedést még Bács-Kiskun megyében mértek 2021-ben. Érdemes persze azért azt is megnézni, hogy a házasságkötések száma az adott területen élő népességhez hogyan viszonyul, és hogyha a népességszámhoz nézzük a házasságkötések számát, akkor 2021-ben Szabolcs megyében az 1000 lakosra jutó házasságkötések száma 7,7 000-es volt, és ez meghaladta az országos 7,4 000-es mértéket. A megye átlagánál kisebb, 2,6%-os növekedés volt 2021-ben a megye székhelyen. Nyíregyházán 836 pár kötött házasságot. Bár sokan kötötték össze az életüket a hivatalokban, sokan döntöttek úgy is, hogy külön folytatják tovább útjaikat. Ezt jelentősen befolyásolta viszont a koronavírus járvány. 2020-ban ugyanis a bíróságok több heti ítélkezési szünetre kényszerültek, így az akkori adatokhoz képest 21%-kal több, összesen 18 000 pár esetében mondták ki a házasság felbontását. Ettől magasabb adatot utoljára 2017-ben mértek 18 500 válásra. Ezek országos adatok, de hasonló volt a tendencia megyénkben is. 2021-ben Szabolcs-Szatmár megyében 811 házasságot bontott fel a bíróság. Ez 11%-os emelkedést jelent 2020-hoz képest, és a 21%-os országos átlaghoz képest Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekménye jóval kisebb mértékű volt. Ha külön megnézzük a megyeszékhelyt, Nyíregyházán 2021-ben 251 válás történt. Ez az érték, ez egy 20%-os emelkedés 2020-hoz képest, úgyhogy a válások emelkedése Nyíregyházán inkább az országos átlaghoz hasonló mértékű volt, a megye átlagához képest ez közel kétszeresen. A nehéz gazdasági helyzet és a gyorsan változó szabályok bizonytalanságot szülnek az emberekben, és ez hatással van a párkapcsolatokra is. A KSH osztályvezetője azt mondta, a hosszú távú idősoroknál látható majd, hogy ezeknek milyen hatásai vannak. Ugyanis sokan gondolhatják most úgy, hogy önállóan nem tudnak fenntartani egy lakást, ezért anyagi megfontolásból továbbra is együtt maradnak majd a párok.